A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon engedjék meg, hogy kérdésekkel kezdjem ezt a beszélgetésünket. Tudja, hogy az öreg csavargó és igen művetmestér mit akart megpillantani? Arra volt kíváncsi. Vajon, ha az Jézus megjelenne köztünk, hogy meggyógyítsa az ember tengernyi sebét, és a betegasszony fejére tenni gyógyító kezét letartóztatják-e majd zaklatás vágyával? Hogy a délszláv háború borzalmai közepette isteni kéz érintése nélkül gyógyította meg Sziveri János barátját. Mi a szösz? A fehérvári papköltő is azt kérdezte, no de emlékezteti olykor saját magát arra, hogy nem a szenvedés, hanem a szeretet váltotta meg a világot. Most Bakonyi István kötetének értéktára sok hamis bálványtól szabadíthatja meg, írja Jankó Laura, a kiváló költő. Egy rövid előzetesben Bakonyi István Mozaikok, tanulmányok, recenziók című új kötetéről, amit most fogunk bemutatni, amiről a szerző maga úgy ír, hogy új kötetem anyagát az elmúlt néhány év tanulmányos kritika terméséből állítottam össze, tehát itt van nekünk a Mozaikok, vendégem pedig Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész, tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz! Nos, hát nálad ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy a mennyiség és a minőség kézen fogva jár. Ez a sokadik olyan kötet, amit érdeklődéssel veszünk kezünkbe. És valóban nagyon érdekes, hiszen a múlt, a jelen és a jövő egyaránt megjelenik ebben a kötetben. Egy kicsit lapozgat, honnét jött a gondolat, hogy ezeket összegyűjtsd, és milyen elvek mentén kezdtél a gyűjtésbe és a kiadásba? Nem először, állítottam már össze olyan kötetet, amelyben a korábbi évek termését gyűjtöttem egy kötetbe. Végül is azok az írások kerültek bele, amelyeket az elmúlt években különböző folyóiratokban közöltem, különböző szerzők köteteiről. Tulajdonképpen a szerkesztő elv más nem volt benne, de az kétségtelen tény, hogy nem véletlenül írtam azokról a szerzőkről, akik egyrészt a folyóiratokban, másrészt pedig itt megjelentek. Igen, nagyon fontosak. És nyilván nem ABC rendben, és arról kérdezlek majd néhányukról, mert azokról, akik Székesfehérváron is ismerősek, és általában azért odafigyelünk rájuk, az külön érdekesség számunkra is, hiszen például ilyen Serfődő Simon nemrégiben ünnepeltük születésnapját. Én azt hiszem, hogy ő kötődik a Vörösmarty Társasághoz, kötődik Bakonyi Istvánhoz is, barátként és mindenféle értelemben. Miért jó Serfőző Simonról írni? Ráadásul ő vele nagyon régóta foglalkozom már. Egy évtizeddel ezelőtt kis monográfiát is írtam a tevékenységre, amiről megjegyzem, hogy egy bővített változatban jövőre, ha minden igaz, meg fog jelenni az antológia kiadónál, hiszen az elmúlt évtizedben is alkotott Simon. Azért jó róla írni, mert egy olyan fajta esztétikai világot tár elénk, nekem nagyon rokon szenves. Ugye a Hetek elnevezésű költői csoportosáshoz tartozik, ahol egyebek közt többek között Bella István is nagyon jeles alakja volt ennek a csoportnak. Egy olyan fajta költészetet és prózát alkot, mert itt ugyan a válogatott verses kötetével foglalkozom, de nagyon fontosak nekem az ő regényei, sőt drámái is, tehát mindenfajta műneben alkot tulajdonképpen. Mert azért, mert végül is a 20. század második felének olyan sorskérdéseit fogalmazza meg ezekben a művekben, amelyek valamennyiünk számára fontosak, azt gondolom. És ráadásul ugye fél évszázadot fogtál össze, hiszen 1959-től 2019-ig, ez 60 esztendő. Ráadásul ugye a Hetek tagjáról van szó, ami azt gondolom, hogy már nagyon kevesen vannak köztünk, hiszen csak hárman élnek. Igen. Ilyenkor ez nagy kihívás, hogy 60 évet összefoglalj bizonyos értelemben olyan szinten, hogy az egyik oldalról nem csak az irodalom történészeknek, tehát, hanem az olvasóknak is tessék.
Igen, mint ahogy számára is nyilván nagy kihívás volt ennek a válogatott kötetnek az összeállítása, mert azért rengeteg változáson ment át az ő írásművészete is, mint ahogy a világ is nagyon sokat változott, és ezzel az embernek lépést kell tartania. Amikor itt böngészem, akkor óhatatlanul is én is szubjektív vagyok természetesen, hiszen azokat citálom ide eléd, akiket egyébként is jól ismerünk és gyakorta találkozunk, nos ilyen Petőc András is. Petőc Andrással két eszében is, illetve az eszéiről, illetve is írsz egy-egy tanulmányt. Nagyon sokat köszönhetünk Petőc Andrásnak, én azt gondolom. Igen, más világot képvisel a irodalomban, mint Selfödő Simon, de azt szoktam mondani, hogy nem a hovatartozás igazából a lényeges, hanem a megalkotott mű, mindamellett vannak érintkezési pontok is közöttük, azt hiszem, mert az előbb, amikor azt mondtam, hogy a sorskérdéseket fogalmazza meg Selfőzőnek a lírája, drámaíró tevékenysége és az epikája is. Ez ugyan elmondható Petőc Andrásról is, akinek ugye a legutóbbi nagy regény trilógiája például egyértelmű, hogy olyan jelenségekkel foglalkozott, amely jelenség beárnyékolja a napjaink világát. Ő is sok műfajú szerző, egészen az esszéig, mert esszékötetet is ugye publikált, és én azt hiszem, hogy arra jó példa, hogy a korai avantgárd korszakát, ha nem is elhagyván, de mindenképpen módosítván írja tovább a műveit. Egyébként azok a bizonyos megújító tendenciák, amelyek főként az avantgárd korszakára voltak jellemzők, azok láthatók a, ha úgy tetszik, hagyományosnak nevezhető írásművészetében is. De tudós költőnek nevezed őt. Hát igen, meg ráadásul ugye, ha már itt a Fejér megyei vonatkozásoknál jártunk, akkor azt is elmondjuk, hogy egyrészt a Kodolányi Egyetem tanára ebben a pillanatban is, és a Kodolányin belül pedig írói iskolákat vezet, és ebben, és hát olyan fontos szerzők jelentek meg azóta már, hogy ő ezt a íróiskolát vezeti, akik már több kötettel is bírnak, és itt gyorsan elmondom, hogy nem sokára Bokros Judit is ezek közé fog tartozni. Örömmel vesszük egyébként, mert itt van, itt az ideje, azt hiszem, és nem csak a fiatalsága okán, hanem azért, hogy a tehetsége mentén is előbbre kell, hogy lépjen, mármint ebben a képzeletbeli rangsorban, tehát kell, hogy legyen egy kötete, hiszen remek verseket ír. Még annyit a Petőc Andrásról, hogy tulajdonképpen ez a fajta tevékenység is rokon szemes számomra, hiszen én is tanárként ügyködtem az elmúlt fél évszázad, közel fél évszázadban, és tanárként mentem nyugdíjba is, hogy a tanárság, illetve az alkotó tevékenység azt hiszem, hogy kézenfogva járhat együtt. Ugye egyik Simonról, Serfőző Simonról már beszéltünk, essék szó El Simon Lászlóról is, hiszen ő nem maradhat ki. A Kiviszi a puskátról írsz, ezt bemutattuk személyesen az ő jelenlétével is természetesen. Azt hiszem, hogy ő olyan sokszínű egyéniség, és az a mai magyar kultúra egyik kiemelkedő alakja, akinek minden egyes leírt gondolata, közzétett gondolata fontos számunkra. És most nem a politikusról, közéletemberről beszélünk, hanem arról a szerzőről, aki egyébként a politikai, meg kulturopolitikai tevékenysége mellett azért arra is szentel időt, hogy nagyszerű esszéket írjon. Ez egy nagyon jó esszékötet, ugye, és ebben a szűkebb hazához, a szülőföldhöz való vonzódása épp úgy helyet kap, mint a nagyon tág, ha úgy tetszik, kulturpolitikai törekvések. Tudjuk, hogy ő költő is, a költői tevékenysége is számottevő számomra, gyönyörű verset írt a Sobor Antal emlékére néhány sok évvel ezelőtt, de az utóbbi időben tényleg a közéleti tevékenysége nyilvánvalóan kicsit háttérbe szorította a poétát, viszont ezek az esszék, ezek szervesen kapcsolódnak mindenhez. Igen, annál is inkább, mert hogy nemrégiben volt alkalmunk találkozni, és ezt fel is emlegettük, hiszen a percről percre balettet bemutatta a Nemzeti Színház is, a Székesfehérvári balett darabját, és hát oda Őrkénnyel együtt ő is írt egy librettót, azt hiszem, hogy ez is egy fantasztikus dolog. Így van. Menjünk tovább, Jankó Laura, őt már idéztem, hiszen igen, ő írta a bevezetőt, egy varázslatos személyiségről beszélünk. Azt hiszem, hogy ő az, aki otthonról hazajött közénk, hogy egy kicsit megmutassa, hogy mi minden lakozik egy teljesen más hivatásból induló nagyszerű költőben. Így van. És ugye jó pár éve Velencére költözött a családjával, tehát ha úgy teszik, akkor a szűkebb köreinkhez is hozzátartozik. Itt jegyzem meg, hogy
szívesen vállalta a 23. könyvbemutatómat is, ami a Szent Isamvidősi Házban lesz, és ő fogja Fazakas Istvánnal, a kiadóval együtt bemutatni ezt a kötetet. Hát az ő tevékenysége, főként ami engem érint, engem érdekel, az a költői tevékenysége. Hozzáteszem, hogy néprajzosként is rendkívül fontos tevékenységet folytat, hiszen a Csángóföldről Magyarországra települt szerzőnek a kenyérkereső foglalkozása maga a néprajz. Viszont az a fajta líra, amit művel, ez kétségkívül a mai magyar kortárs költészet élvonalába emelés, hát ugye a fiatalabb nemzedékhez tartozik továbbra is. Azt szoktuk mondani, és ezt ő is sokszor elmondja különböző interjúkban, hogy voltak olyan meghatározó személyiségek az ő költészetének a kialakításában, mint például Csóri Sándor, vagy éppen Pilinszky János, és azért érdekes, mert két teljesen külön világról van szó. Csórihoz nyilvánvalóan köti az ő identitása, Pilinszkyhez pedig gondolom, hogy köti a kereszténységhez való viszonya, a mélységes hite, hiszen ezek a versek, amelyek például az Oratórium című kötetében megjelentek, ezek egyértelműen ezt a világképet mutatják, nagyon modern eszközökkel. Ugye te így fogalmazol, hogy több szólamúsága, jelenségek színessége, néhol drámai monológok, a belső történések elsőbsége, ima, párbeszéd Istennel. Hiszem, hogy ebben Jószerivel minden benne van. Igen, tehát a legfontosabb, a lét legfontosabb kérdéseit kutatja, és nagyon, nagyon mívesen, persze elvontan. És ha már Pilinszky szóba került, Kovács Péterre is, ről is essék szó, hiszen keveset látjuk itt Fehérváron, viszont azzal, hogy Pilinszkyt megmutatta még ideje korán Székesfehérvárnak, és meg mindenkinek, és segítette őt, azt hiszem nagyon sokat tett. Így van, ugye tudjuk, hogy Kovács Péter művészettörténész Pilinszky unokaöccse, és annak idején a Székesfehérvári Múzeumban tevékenykedett, de volt is igazgatója a múzeumnak. Hát Pilinszky pedig úgy kerül Fehérvárra már a 60-as években, hogy az ő segítségükkel számtalan kiállítást nyitott meg itt Székesfehérváron a múzeumban. Sár Erzsébet jut eszembe elsőnek például, akinek a legendás kiállítását nyitotta meg nagyon sajátos módon. És hát Kovács Péter ebben a Pilinszky közelében című kötetében pedig hát ugye elárul olyan dolgokat, amik az ő életrajzához tartoznak, hiszen együtt élt sokáig egy lakásban, egy szobában élt nagybátyjával, a kiváló költővel, és olyan dokumentumokat tudott föltárni ebben a kötetben, ami most bővített kiadásban jelent meg a 100. évforduló alkalmából. Szóval, hogy ezek kétségkívül hozzátartoznak az életmű mögött rejlő dolgokhoz. Békis Laci, nehéz róla beszélni, ez egy remek újságíró volt a Fejér megyei hírlap kötelékében, és nagyon kevesen beszélünk róla így utólag, holott egy verses és két próza kötetével azért beírta magát az irodalmi kánonba is, kell, hogy essék szó. Te méltóságot adsz? Igen, ez az írás a halála után keletkezett, és akkor közöltem a Fejér megyei hírlapban ezt az írást. És különösen az is nagyon fájó, hogy nem kisebb személyiség, mint Fodor András indította el annak idején a költői pályán, akkor egyébként Kis László néven élt meg ez az egyetlen verses kötete, és az az igazság, hogy máig, és ez sajnos már titok is maradt, hogy miért nem tudta folytatni a versírást. Lehet, hogy a hétköznapi tevékenysége, az újságíró robotja, ha szabad ezt a kifejezést használni, elvitte más irányba. Viszont azok a kis prózakötetek is nagyon érdekesek, amelyek viszont ugye Márton történetei így jelentek meg annak idején a hírlapban. És hát én nagyon szívesen foglalkoztam, vagy foglalkoznék tovább is ezzel az életművel. Sajnos torzó, hiszen ugye ideje korán eltávozott körülünk, sajnos a járványnak köszönhetően. Fájó szívvel emlékezünk rá, de emlékezünk is kell is, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat tesz ilyen értelemben azért, hogy ne feledjük előtt. Mint ahogy nagyon jó, hogy újra körünkben láthatjuk Péntek Imrét, hosszú-hosszú távollét után újra Székesfehérvárinak valhatja magát családjával együtt, és a Csipetnyi ég kötetéről írsz, ami azt hiszem, hogy olyan, mint Péntek Imre valaha is volt, csipkelődő, és egészen különleges az a hangvétel, amit ő használ. Igen, ráadásul az a kötet az év kötete címet is elnyerte abban az időben, abban az évben, amikor kiadták. Igen, én azt hiszem a fehérvári kultúrás élet számára nagy nyereség, hogy Péntek család visszaköltő Székesfehérvár a Zalaegerszegről. Nem olyan régen vehettük kezünkbe ugye a memoár kötetét, amely az ő pályáját önéletrajzi
az önéletrajz műfajában tárta elénk. A Csipetnyi ég az kétségkívül egy olyan fajta kötet, ami részben összegzés is számomra az addigi pályát illetően, de ugyanakkor nagyon sok új vonás is mutat, és hát nem csak versek, hanem kisprózák is találhatók benne. Én azt gondolom, hogy ő is az ő költészete is megrett arra, hogy egy válogatott verses kötete az összes versének a gyűjteménye megjelenjen valamikor. Annál is inkább, ha idézek én is tőle, azóta eltelt az idő, homályos az emlékek tükre, de ott koppannak lépteink a vén fahídon mindörökre. Ez egy nagyon szép vers. Ez nagyon szép vers, így van. Mint ahogy kell egy olyan emberről beszélnünk, aki Székesfehérváron gyakori vendég, és nála is gyakori vendégek a fehérvári költők és írók, hiszen nem csak költőként, íróként, hanem kiadói tevékenysége okán is nagyon sokat tesz a líráért, a fehérvári és az országos líráért. Kajzer Lászlóról van szó. Így van. Az utóbbi években különösen figyelhettük azt, hogy a Fehérváron, Fehérvár környékén élő szerzőkre is kitelt a figyelme, számos kötete jelent meg itt a Hungarok kiadónál különböző hozzánk kötődő szerzőknek. És itt is, itt két írás van, ha jól emlékszem. Igen, róla. Gyerekszoba és az Erkölcs és teljesítmény. Igen, a Gyerekszoba című verses kötetéről, ami nagyon sajátos módon tulajdonképpen a szülő-gyermek viszonyt is megmutatja. Neki ugye lányuk van, és nagyon jó, érdekes játékokban nyilvánul meg mindez. A másik kötete pedig az eszé műfaját mutatja föl, hiszen többek között Németh Lászlóról írt abban a kötetben, azt kell mondanom, hogy közös nagy példánk a magyar irodalom történetében a Németh Lászlói életmű. És Laci pedig ilyen, ő nem irodalomtörténeti megközelítésben, hanem tulajdonképpen, hát valamiképpen a költői megközelítésben közelít Németh László életműve fel, és nagyon tömör, remek, akár néhány oldalas jellemzéseket és elemzéseket tud adni erről az életműről. Nyilván a hölgyek itt, Petrőcz Éva és Posgai György is fontos, de mivel az idő szűkében vagyunk, én egy rendkívüli érdekességet szeretnék, hiszen mindannyiunk számára, én azt gondolom, hogy a Székesfehérvári Katolikus Egyház egyik kiemelkedő alakja, mindenféle értelemben Tornyai Gábor atya, toronyatya, ha úgy tetszik, és az ő Szellősét a könyvéről. Tehát én magam például úgy vettem kézbe, hogy féltettem magamat, és féltettem toronyatyát is attól, hogy vajon mit fogok olvasni, és kiderült, hogy felesleges volt a félelmem, ő egy rendkívüli tehetség. Hát kis túlzásra azt mondtam, több annál ma már. Túlzásra azt mondhatnám, hogy a legnagyobb felfedezés ebben a kötetben az ő költészete, hiszen neked mondom, aki ugyancsak zsűritag szoktál lenni a fehérvári versünepen, mint ahogy ő is. Egymás mellett ülünk amúgy. Tese? Egymás mellett ülünk. Egymás mellett ültök, igen. És Tornyai Gábor ott is a rövid, frappáns jellemzéseivel, néha kritikai megjegyzéseivel kétségül arról tanúskodott, hogy igen, közel áll az irodalomhoz. Én sem tudtam ezt korábban róla egyébként. De hát, ha már itt Janku Laurát említettük, akkor úgy tűnik, hogy a hitbéli tevékenység és a művészet az ugye, ha úgy tetszik, testvér is lehet akár, és erről győződünk meg Tornyai Gábor verses kötetében. És én csak arra tudnám biztatni, hogy biztos folytatja is ezt a tevékenységet, hiszen nagyon sajátos, ugyanakkor a játékokat is felmutató ez a fajta lírai tevékenység, amit folytat. És hát, hogy is mondjam, van úgy, hogy a líra és a próza együtt jelenik meg nála. Ő így fogalmaz egyébként erről, hogy szenet, mint új irodalmi műfaj, a hivatalosan szószenetként létező új műfaj megalkotója én vagyok, mondja toronyatya. Akkor találtam rá, amikor az írásaimat próbáltam besorolni valamilyen irodalmi kategóriába. Hát erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy játékosság is játékosság van. Játékosság elvarázsolt, de megvannak a mélységek. Tehát a játékosság és a hitvilág ugye nem zárja ki egymást. Így van. No, hát én azt gondolom, hogy mindenkinek ajánlom. Viszont mielőtt elbúcsúznék, hadd kérdezzem meg tőled, hogy így ez a fajta kiadás, ez mennyire erősít meg téged, illetve az olvasókat? Hiszen ez... bár mélységeket kutatja nyilvánvaló, és kicsit másként irodalomtörténeti szemszögből írod le, hogy mi mindent látsz ezekben a költeményekben, illetve prózákban,
de ez mégis az emberhez, az olvasó emberhez szól. Igen, persze nem ringathatjuk magunkat abban a hitben, hogy az ilyenfajta könyveket tömegek olvassák. Mégis azt gondolom, hogy valami olyan képet lehet fölmutatni, amely kép összeáll az emberben az évek során, irodalmi érdeklődéséről, mármint a szerző irodalmi érdeklődéséről, értékítéleteiről. És hát igyekszem gyakorlatilag közérthető is lenni ugyanakkor, mert meggyőződésem, hogy nekünk az a dolgunk, hogy közvetítsük az író és az olvasók között azt a üzenetet, ami a művek lényegéhez tartozik, és ezt másképp nem tehetjük meg, mint hogyha megpróbálunk szép magyar nyelven közérthetően fogalmazni. Nos, hát én ezt köszönöm minden székesfehérvári és általában minden olvasó nevében, és hát várjuk a következőt. Nincs kétségem fele, hogy rövidesen újra találkozhatunk ezügyben. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések vendége Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész volt, akinek a közelmúltban jelentik meg Mozaikok, tanulmányok és recenziók címmel új kötete. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.